Az E3-at követően mindenki Keanu Reevesről és a Cyberpunk 2077-ben való szerepléséről beszél, pedig a videojátékos ipartól egyáltalán nem áll távol, hogy hollywoodi sztárokat alkalmazzon egy-egy karakter megformálójaként. Sőt, minden bizonnyal sokan megdöbbennének, hogy milyen hosszú és veretes listát lehetne összeállítani a bedigitalizált színészekből. Mi most ebben a videóban megelégettünk mindössze 10 névvel, de persze, ha úgy érzitek, hogy kiegészítésre szorul a gyűjtés, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik színész digitális vendégszereplése volt a legemlékezetesebb. Vágjunk is bele! A Call of Duty széria mindig is híres volt arról, hogy előszeretettel hívta segítségül Hollywood, no meg mindenféle sztársportolók erejét az eladások növelése érdekében, olyannyira, hogy egy ilyen listát csak a kódban felbukkanó színészekkel könnyedén meg lehetne tölteni. Csak egy kis ízelítő a névsorból: Ed Harris, Michael Keaton, Sam Worthington, Kit Harington, John Malkovich, mi most mégis Kevin Spacey-t neveztük ezúttal, ugyanis a 2014-es Call of Duty Advanced Warfare-ben felejthetetlenül alakította a Jonathan Irons nevű főgenyát, szinte egybeforrt a neve ezzel a karakter és epizóddal. Az Activision PlayStation konzolokra készült külső nézetes shootere, az Apocalypse, az egyik korai példa volt arra, amikor egy filmsztárral próbáltak eladni egy játékot. A Neversoft játékának már a borítóján is Bruce Willis arcképe díszelgett, akit 3D-szkennelős technikával és motion capture segítségével a játékban is megpróbáltak életre kelteni. Sajnos ez már közel sem sikerült olyan jól, arról nem is szólva, hogy játékmenet tekintetében nem volt különösebben kiemelkedő a program, mi több Willis élettelen szinkronját is sokan kikezdték, de legalább megvolt a haszna a befektetett munkának. A stúdió később ezt az engine-t használta fel a Tony Hawk játékok és a Spider-Man megalkotásához. A közkedvelt harcművész Jet Li a 2004-es Rise to Honor-höz kölcsönözte fizimiskáját és mozdulatait, ami PlayStation 2-es konzolokra jelent meg. Li egy beépített zsarút alakít a programban, akinek az a feladata, hogy egy gangster vezér lányát védelmezze. A legtöbb kritika amiatt ért a játékot, hogy sokkal inkább egy interaktív filmet idézett, semmint jól kidolgozott akciójátékot, dacára annak, hogy Li 3000 mozdulatát digitalizálták be. Ugyanakkor a népszerűsége csúcsán lévő akciósztár rajongói nem feltétlenül bánták a dolgot, hiszen magát a mestert irányíthatták a pixel világban. John Woo brutálisan látványos akcióorgiával szerzett magának igazi hírnevet, a rá olykor jellemző vizuális stílusnál pedig talán csak kedvenc színésze Chow Yun-fat jelenlétéhez ragaszkodott jobban. Nem is személyesíthette meg más az 1992-es Hard Boiled című filmjének videójátékos folytatásában Tequila felügyelőt, mint Chow Yun-fat, és mit ne mondjunk, egy piszok élvezetes program kerekedett belőle hatalmas robbanásokkal, bullet time lövöldözéssel, rombolható környezettel és over the top akcióval. Nathan Fillion már a 2007-es Halo 3 stáblistájára is felkerült, igaz, akkor még csak a hangját kölcsönözte Reynolds őrmester karakterének, talán mondani sem kell, de a Bungie fejlesztői imádták a Serenity című sorozatot Fillion főszereplésével, két évvel később a 2009-es Halo 3 ODST-ben azonban már egy másik szereplő bőrébe bújt, és ezúttal nem csak orgánumát, hanem külsejét is kölcsönözte Edward Bucknak. A karakter később a 2015-ös Halo 5 Guardians-ban újra felbukkant, és természetesen ismét Fillion állt a motion capture kamerák elé. Kristen Bell visszatérő szereplőt alakított az Assassin's Creed sorozatban, és nem csak hangját, hanem külsejét is kölcsönözte Lucy Stillman karakterének. Lucy elsőként a 2007-es első epizódban bukkant fel, igaz, akkor még csak Dr. Warren Vidich asszisztenseként, aki az Abstergo kötelékében segített Desmondnak, hogy hozzáférjen orgyilkos őse Altair genetikai emlékeihez. A 2009-es Assassin's Creed 2-ben, majd a 2010-es Brotherhoodban ismét láthattuk Bellt Lucy Stillmanként, szerencsére már jóval hangsúlyosabb szereplőként. Azt gondolhatnánk, hogy 2013 remek év volt Ellen Page számára, hiszen két kiemelkedő PlayStation játékban is szerepet kapott, a The Last of Us-ban és a Beyond Two Souls-ban is. Igaz, ebből csak utóbbi volt hivatalos fellépés, a Naughty Dog remekében a karaktermodell hiába emlékeztetett a megszólalásig Page-re, ott Ashley Johnson alakította Ellie-t. Page-nek persze egyáltalán nem tetszett, hogy lemásolták a kinézetét, és a Naughty Dog is finomított végül a karakter dizájnon, hogy az jobban hasonlítson Johnsonra. Ugyanakkor Page remek alakítása rúkolt elő a Quantic Dream alkotásában, partnere pedig nem más volt, mint a mindig kiváló Willem Dafoe. Nem meglepő, hogy az Until Dawn stáblistája tele van ismert színészekkel, hiszen a Supermassive Games alkotása tulajdonképpen felfogható egy interaktív slasher filmként is, ami sokat merít az olyan klasszikusokból, mint a Péntek 13 filmek, vagy éppen a The Evil Dead széria. A csapatból az egyik legnagyobb név akkoriban a Hősök című sorozattal befutó Hayden Panettiere volt, igaz, azóta a Bohém Rapszódiában Freddie Mercury-t alakító Rami Malek messze túlszárnyalt a kolléganőjét, így őt emeltük ki. Mellettük egyébként még Brad Dalton és Peter Stormer is felbukkan a játékban, szóval nem egy rossz stáb gyűjt össze az ijesztegetésünkre.
A Mass Effect megint csak egy olyan videójátékos sorozat, amiben csak úgy sorjáznak a remek karakterek és az őket életre keltő fantasztikus színészek. Talán elég csak Martin Sheen, Michael Ironside vagy Tricia Helfer nevét megemlíteni. Mi mégis legszívesebben a szexis Miranda Lawson karakterét alakító Yvonne Strahovskyre emlékszünk vissza legszívesebben. Ki tudja miért? Végül következzen egy olyan játék, ami még megjelenés előtt áll. A Death Stranding idén november 8-án kerül a boltokba, méghozzá zsúfolva ismert filmes arcokkal. A körülrajongott designer Hideo Kojima immár a Sony égisze alatt belevágott a Death Stranding elkészítésébe, melynek főszerepét természetesen arra a Norman Reedusra bízta, aki a Konaminál elkaszált Silent Hills című játékában is felbukkant, sőt egykori alkotótársának Guillermo del Toro rendezőnek is talált egy szerepet Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Linda Wagner és Nicolas Winding Refn mellett. Nem csoda, hogy borzasztóan várjuk már, hogy milyen lesz a végeredmény. Szerintetek melyik színészek videójátékos fellépései a legemlékezetesebbek? Nosza, osszátok meg élményeiteket velünk és egymással a kommentek között. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp kövessétek a csatornánkat, legközelebb újra találkozunk. Addig is, sziasztok!